Kedves testvéreim, azt gondolom, mindannyiunk életében volt már legalább egy-két olyan találkozás, amelynek a hatása alól mind a mai napig nem tudjuk kivonni magunkat. Egy olyan ember, aki a találkozás folyamán egyszerűen, mintha békjóba kötött volna bennünket, és folyamatosan visszaemlékszek arra, amit ő mondott, amit ő tett, ahogyan ő beszélt velem, amilyen kisugárzása volt, és így tovább. Nos, azt hiszem, Keresztelő János személyisége, az ő alakja valami ilyesmi lehetett. Aki akkor és ott, a Jordán partján találkozott vele, nem csak az ő sarusziját, az ő nagyon egyszerű ruháját látta, nem csak azt érzékelte, hogy sáskát és vadmézet eszik, és hogy ez milyen nagyszerű, hanem valami sokkal mélyebb dologról volt szó. Én magam sose fogom elfelejteni azt a szemét, aki életemben talán eddig a legnagyobb hatást gyakorolta rám. Weissmár Béla jezsuita atyáról van szó, mégpedig egyik találkozásunk az ő tanításának a helyén Münchenben történt, amikor Tezéből hazafelé jövet, meglátogattam őt az egyik nyáron. Hosszasan beszélgettünk a szobájában, sőt, még szentgyónásomat is elvégeztem nála, és a szentgyónásnak a végén, a beszélgetésnek a végén úgy ölelt át engem, mint valóban egy atya, talán úgy, mint a tékozló fiúnak az atya. Sőt, még könnyeit is hullatta. Az a találkozás, annak a találkozásnak a hatása, az ő személyisége mind a mai napig itt van bennem, a szívemben őrzöm. És sokáig elgondolkodtam, hogy vajon miért volt ez? Hiszen nem mondta meg nekem X, Y és Z-t, hogy most így és így és így kell cselekednem, hanem minthogyha abból a kisugárzásból fakadóan maga az Isten ölelt volna át engemet. Keresztelő János először úgy tűnik, mintha azt mondaná a hallgatóságának, hogy tedd ezt, tedd azt és tedd amazt. Valójában azonban Keresztelő János a gyökereket érinti meg. Ugye, mit is mond? A vámosokkal és a katonákkal kezdi, őket mint egy így kiemeli a nép közül, és megpróbálja őket arra ráirányítani, hogy hogyan tudják ők az életüket gyökerében megváltoztatni. Ez a gyökér, ez a legfontosabb, hogy a motivációikat tudják tisztázni, a hozzáállásukat tudják tisztázni. Nem véletlen, hogy vámosokról meg katonákról van szó, hiszen ők voltak azok, akik abban az időben a leginkább kollaboráltak a rómaiakkal, a leginkább lenézettek voltak a nép szemében, akik a leginkább kizsákmányolták abban az időben az embereket. És azt mondják, hogy kérdezik tőle, hogy mit tegyünk, mit cselekedjünk. És Keresztelő János a cselekvésen keresztül erre a motivációra próbál ráutalni. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a hit az cselekvő hit. Nem csak a vámosok, a bűnösök, nem csak a katonák, hanem mi magunk is abból a találkozásból, amit megélünk az Úristennel, valamiképpen megváltozva jövünk ki. Egy találkozás akkor válik igazán értékessé, sőt, a szó teljes értelmében akkor válik találkozássá, ha annak a találkozásnak következménye van. Hogyha annak a találkozásnak a révén megváltozik valami az életünkben. Akkor az én életemben Weissmár Bélával való találkozás, beszélgetés, szentgyónás révén valami gyökeres változás indult el. Ahhoz mindig vissza tudtam térni. Gondolom, a katonák és a vámosok ugyanúgy érték meg a Keresztelő Jánossal való találkozást, egyszerűen nem tudtak ugyanazok maradni, mint amelyek voltak. Keresztelő János után Jézus szintén utal egy nagyon-nagyon fontos mondatában erre a kérdésre, hogy mit tegyünk.
Igaz, senki nem teszi föl neki így a kérdést, de a válasz megszületik, csak sokkal titokzatosabban. A válasz pedig így hangzik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézusnak az utolsó vacsorán elhangzott szavai ezek, nyilvánvalóan jól ismerjük. Mit rejt ez a kifejezés, ez a megszólítás, felszólítás, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre? Lényegében azt, amit Isten cselekszik velünk. És erre készülünk karácsony folyamán, ez jelenti számunkra az igazi örömet. Mert Isten ugyanúgy cselekszik, a fiát küldi, egészen alázatossá és egészen egyszerűvé válik. Ez az ő válasza, ami igazán talán ki nem mondott kérdéseinkre is. Jézus útját pedig mi is a mindennapjainkban talán leginkább a cselekedeteinkkel tudjuk előkészíteni. Legyen az bármiféle jótékonyság, bármi a legapróbb jó cselekedet, meg fogja mutatni, hogy én ki vagyok. Amit teszek, és főként ahogyan teszem, az a hozzáállás, az a minőség, az a belső motiváció, az fogja megmutatni, hogy ki vagyok. És ezért fontos, hogy éppen néhány napja, a keddi napon, december 8-án Ferenc pápa meghirdette az irgalmasság rendkívüli szentévét. Az irgalmasságnak sok-sok vetülete van, többek között ez a kérdés, mit cselekedjünk, az egyik vetülete. A középkortól kezdve kialakult már az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek a gyűjteménye, 7 testi és 7 lelki cselekedet, minden imakönyvben benne van, otthon föllapozhatjuk, megnézhetjük, de ez még nyilvánvalóan kevés. Ez az irgalmasság éve többek között erre is utalhat és ebben is buzdíthat bennünket, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit megpróbáljuk életünk középpontjába állítani. Ehhez kötődően Ferenc pápa szavaival szeretném zárni. Az irgalmasság évére kiadott egy iratot, egy bullát, az a címe, hogy az irgalmasság arca, és pontosan erre buzdít bennünket, hogy erre a kérdésre mit cselekedjünk, találjuk meg az igazi és krisztusi válaszokat. Ezt mondja. A Szent Évben nyissuk föl szemünket, nyissuk föl szemünket, hogy észrevegyük a világ nyomorúságát, méltóságuktól megfosztott fivéreink és nővéreink sebeit, és érezzünk késztetést, motivációt arra, hogy meghalljuk segélykiáltásukat. Ragadjuk meg tehát kezüket, és vonjuk magunkhoz őket, hogy érezzék jelenlétünk, barátságunk és testvériségünk melegét. Tegyük magunkévá kiáltásukat, hogy együtt lebontsuk a közömbösség falait. Mert Isten együttérzésétől napról napra megérintve mi is tudunk együttérzők, irgalmasok lenni mindenki iránt.